Igazi tavaszi időben volt lehetőség a szakadátiaknak elültetni azokat a fákat, amelyeket egy pályázatnak köszönhetően kaptak. A településfásítási program jutott a lehetőséggel, élt a falu önkormányzata, tudtuk meg a polgármestertől. Többször neki rugaszkodásra sikerült pályázatot nyerni, nem túl sok fa, már erre is pályázni kellett. 12 darab nyírfát kaptunk, más szerettünk volna, eszi nem kap, mást ezt kaptuk, és örülünk, hogy el tudjuk ültetni. Nem egy egyszerű dolog, azt hiszem, az elmélet, a gyakorlat, meg ezek a dolgok kicsit távol vannak egymástól. Hát előírták nekünk az ültetési mélységet, nagyságot, megdöbbenve tapasztaltuk, hogy 1-20-szor vagy 1-50-szer, 1-50-szer, 1-50-es ködröt kell lásni, hát ez több mint 3 köbméter föld. Természetesen a felültetésekre az előírások mentén került sor, ezen nem múlhat a fiatal fák meggyökeresedése a település talajában. Föltöltjük szárvas trágyával, döngöljük, és szintre elhelyezzük a fát, és úgy döngöljük be, és szárvas trágyával vegyük. Feladatul hagyták, vagy adták, hogy ezeket gondozni kell. Szakadátkészség önkormányzatnak erre feladata van, hogy erre ezt végrehajtani, és vannak itt közmunkások. 1-2 naponta tudunk. Van egy tartály, van egy pótkocsi, megtöltjük vízzel, és körbe locsoljuk. A fák telepítése a közmunkaprogramban foglalkoztatottak bevonásával valósult meg a faluban. Nekünk valamikor volt startmunkaprogramunk, sajnos nem tudtuk indítani, csak úgy hosszú távú közmunkaprogramunk van. Most jelen pillanatban 5 fő van, egy gépész, aki traktoros, egy gépkezelő, több ilyen segédmunkás, aki végzi a egyéb munkákat. A falu rendbetartása, van 2 hektár szőlőnk, van 4 hektár gyümölcsösünk, a szőlő a jobb, a gyümölcsös az kevésbé, ezeket kell művelni, karbantartani, ápolni, és a belterületet. Az a szerencse, ugye, ahogy ön is mondta, hogy azért ez egy eléggé fásított terület, van ebből is gondunk, mert van egy Kossuth utca, az mellett van egy szakadáti árok, és közte van egy ilyen, valamikor legelő volt, és ez a juharfa, ez intenzív fa, ma beerdősödünk. Most kell intézkedni, hogy vagy kivágjuk, vagy ritkítsuk, hogy valamit csináljunk. Úgyhogy ebből a szempontból örülök neki, hogy ez is van. Az emberek, a lakosok megkapják ilyen valamilyen juttatást címén. A most elültetett fáknak még jó pár évtized kell, mire rájuk is a kivágás vár majd. Addig is gondozzák őket, hogy jó nagyra nőjenek. A település hársfákat szeretett volna, ezzel is kedvezve a szorgos kis méheknek, de ahogy a település vezető mondta, majd legközelebb. Szakadát ennek a 12 nyírfának köszönhetően még zöldebb lett.